Sziasztok! Mivel nagyon sok kérdést, illetve nagyon sok megkeresést kapunk a kínálatunkban megtalálható etetőhőkkel kapcsolatban, ezért úgy döntöttünk, hogy a kis videóba szeretnénk nektek ezeket bemutatni. A család tagjai az Ektor Basic, ebből is van egy plusz, egy terepszínű változatunk, az Ektor Basic plusz GPS, illetve az Ektor Basic plusz GPS és szonár, és ennek a nagy tesója, amely mind hatótávban, illetve szállítási kapacitásban többet tud, mint az elődje. Etetőhajainkat személyesen a Haldorado centrumban, vagy akár online a webáruházunkból is be tudjátok szerezni. De hogy maga a csomagolás mit tartalmaz, azt most be is mutatnám. A doboz kibontva találkozunk először a hajótesttel, illetve ha tovább bontogatjuk a csomagolást, akkor oldalt találhatunk minden olyan kiegészítőt, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az etetőhajót működtessük. Magát a távirányítót, a távirányító töltőjét, illetve a hajóban található akkumulátor saját töltőjét. És hogy mit kell tudni az akkumulátorról, az maga egy megbízható lítiumos akkumulátor, 5 amperórás, amelyet ha később szükséges, akkor tovább tudtok bővíteni egy 10 amperórás akkumulátorral is. Ahhoz, hogy etetőhajótokat használni tudjátok, a legfontosabb lépés az, hogy az akkumulátort csatlakoztassátok a hajóhoz. A fedél lepattintásával tudjátok ezt elérni, de láthatjátok, hogy egy gyors kötözővel fixálva van az akkumulátor, amely arra szolgál, hogy szállítás közben ne tudjon elcsúszni a maga az aksi. Ezt le kell vágni, hiszen később erre nincs szükségetek. A gyors csatlakozót rá kell dugni az akkumulátorra, majd a bekapcsoló gombját a helyes állásba állítani. Ha mindennel megvagytok, akkor a fedelét vissza kell nyomni úgy, hogy a stabilan zárjon, így 100%-osan vízálló, és későbbiekben a fedélen látható töltöttség visszajelző alapján tudjátok nézni, hogy az akkumulátorotok milyen töltöttségen van. Ezen műveletek során a hajót igazából már be is üzemeltük, tehát a hajó menetkész, nincs más hátra, mint magát a távirányítót bekapcsolni. Ezt a legalsó gomb hosszan való megnyomásával tudjuk elérni, amelyet, hogyha egy piros, illetve egy zöld LED felvillanása jelez, akkor a távirányító be van kapcsolva. Láthatjuk fönt a joystickot. Ezzel tudjuk irányítani a hajót jobbra-balra, előre-hátra, és alatta lévő gombok segítségével pedig tudjuk szabályozni a hátsó kiöntő nyílásokat. A bal felső gomb szabályozza a középső nyílást, illetve a jobb szélső gomb pedig a hátsó kiöntő nyílást. Amiről nem beszéltem, az a hajónak az egyik legfontosabb paramétere, mégpedig az, hogy milyen távolságban lehet vele behúzni. A leírásában szerepel, hogy 500 méterig tudjuk a szerelékünket bejuttatni, illetve a sebessége 70 méter per perc. Etetőhajónkat kétféleképpen tudjuk megtölteni a hátsó, illetve a középső részen. Én most a hátsót fogom kinyitni, ezt a távirányító segítségével könnyedén meg lehet oldani. Ügyelni kell arra, hogy elsőnek a végszereléket rakjuk bele, majd az ajtó zárását a zárófüllel tudom eszközölni. Igazából, ha már benne van, akkor nincs más hátra, mint egy kis pelletet, vagy akár bármit belerakni. Illetve a közepébe is simán mehet egy kevés. A legalapvető funkciókat láthattátok, de aki ennél kicsit komolyabbra, vagy éppenséggel többre vágyik, azoknak megmutatnánk, hogy hogyan is kell a GPS, illetve a szonárt használni az etetőhajókon. Ahhoz, hogy a hajót használni tudjátok, előtte mindenféleképpen be kell állítani a GPS-t, illetve a szonárt. Ezek beállítását a vizen kell megkezdeni, hiszen ha a szárazföldön végeznénk el ezt a műveletet, az ahhoz vezetne, hogy a GPS koordináták rosszul lesznek elmentve a hajóba, ez későbbiekben pedig hibát okozhat a működésében. A legelső dolog, amit be kell állítanunk, az a hajó GPS-e. A távirányítón a bal felső sarokban láthatunk egy fölmutató nyilat, amelyet ha hosszan megnyomunk, akkor a hajó elkezd balra,
majd jobbra fordulni 3-at-3-at. Ez igazából nem hibás működés, hanem így kalibrálja be magát a hajó. Ha a hajó megállt, akkor ez azt jelzi, hogy a műveletet sikeresen befejezte. Ez azért fontos, mert így a hajó el tudja magát helyezni térben, és lesz egy olyan kiindulási alapja, amelyhez majd mindig vissza tud térni. Továbbá a home gomb beállításához ez a GPS koordináta szükséges lesz, hiszen, hogyha véletlenül este horgászunk, vagy éppenséggel már elvesztenénk a hajót, és nem látjuk azt, akkor a home gomb megnyomásával ehhez az elmentett, úgymond kiindulási ponthoz vissza fog térni, úgy, hogy nem is kell hozzányúlnunk a joystickhoz. A home gomb beállításához elsődlegesen a távirányító jobb felső sarkában látható zászlóikon kell. Ezt a hosszan megnyomjuk, akkor egy csipogással jelzi, hogy elmentette a hajó a kiindulási pontot. Most egy tetszőleges távolságban el fogok a hajóval kormányozni, ez legyen körülbelül a horgászhelyünktől olyan 20, akár 30 méter. Hogyha ez megvan, akkor középen látható egy házikóikon, ezt megnyomva a hajó már is ahhoz a kiinduló ponthoz siet, amit mi előzőleg elmentettünk. Ez akkor nagyon hasznos funkció, ha véletlen a hajót a látóterünkből elveszítenénk, vagy esetleg olyan tejköt száll le a tóra, hogy nem látunk igazából semmit. A távirányító kijelzőjén minden olyan fontos adat megjelenik, amelyre nekünk szükségünk lehet, legyen az a távirányító töltöttségjelzője, vagy akár a hajónak. Alatta látható az a 16 hely, amelyet mi már akár előre elmentettünk, vagy akár a szabadon álló helyek egyikéből tudunk választani. Látszódik a kis négyzet, illetve szürkével is jelöli azokat a számokat, amelyek még nincsenek elmentve. A távirányítón található jobb, illetve bal nyilakkal tudunk a mentett helyek között ugrálni. Mi most az ötös számot választottuk ki, és a hajót pedig a felfele mutató nyillal tudjuk elindítani. Lássuk! Egy hangos csipogásra jelző, hogy a hajó elindult, tehát a helyet megtalálta. Most jelenleg semmit nem nyomok, illetve nem én irányítom a hajót, hanem a saját robotpilótája. Majd amikor úgy érzékeli, hogy megérkezett a helyre, egy hangos csipogással vissza fog jelezni a távirányító. Jelzett, megfordul, és a home gomb megnyomásával haza is fog találni. Új helyet úgy tudunk betáplálni a rendszerbe, hogy a távirányító gombjai között látható egy kis marker, vagy kis jelölő piktogram. Ez, hogyha megnyomjuk, akkor az adott pozíciót elmenti a rendszer. A GPS, illetve a robotpilóta mellett ebbe a hajóba található beépített szonár is, amelyet ez a nagyméretű kijelző, illetve a kijelzőnek a bekapcsoló gomb hosszanti nyomásával be is tudunk kapcsolni, és a kijelzőn látható minden olyan fontos információ, amelyre nekünk szükség lesz. Nyomon követhetjük a víznek a mélységét, illetve a víznek a hőmérsékletét, láthatjuk a meder alakulatot és annak egyenetlenségeit, vagy éppenséggel egyenletes talaját. Kezemben tartok egy olyan eszközt, amely nem csak a kezdő, de akár a haladó vagy a profi horgászok számára is megoldást nyújthat. Ez nem más, mint a Carp Academy behúzó csipesz. Ez igazából egy nagyméretű csipesz, amely a behúzásunk során meggátolja a zsinór szabadon futását, ezáltal a gubancolódást. Mert nagyon sok gubancot és nagyon sok bonyodalmat tud okozni az, hogyha az orsó dobjáról szabadon tud lefutni a zsinór, illetve hogyha behúzáskor az orsónak a saját fékét használjuk. Ez az egyik rossz megoldás, hiszen itt a zsinór szabadon tud leberegni a dobról, ezáltal elemelés nélkül húzódik le a zsinór. Ez a másik rossz megoldás,
Láthatjuk, hogy itt azért van ellenállás, de mivel az orsónak a fékje meggátolja azt, hogy szabadon fusson le a zsinór, ezáltal majd későbbiekben ezt a zsinort majd dobhatjuk ki, hiszen olyan hurkák lesznek rajta, hogy ez használhatatlan lesz. Egy mozdulattal rá tudom csiptetni, hiszen nincs olyan botvastagság, amelyet ne tudom befogadni, illetve így az orsónkon a zsinort úgy adagolja, hogy az ne gubancolódjon. Akik pedig szeretnék kipróbálni az etetőhajókat, azoknak jó hír, hogy itt nálunk az Ezüstó Horgászcentrumban szálló vendégeinknek bérleti lehetőséget biztosítunk azok használatára a jövő évtől, azaz 2024-től.